Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A mai napon Merkur bolygó és Neptun bolygó együtt hat. Amennyiben művészi tevékenységről van szó, vagy arról, hogy szeretnéd megvalósítani az álmaidat, és cselekedsz, keresel kapcsolatokat, akkor Merkur-Neptun jó hatással van rád. Viszont, ha valamit szeretnél valakivel tisztázni, akkor ez most nem lehetséges, hiszen Neptun bolygó hatása alatt minden olyan átláthatatlannak tűnik. Olyan, mint egy fátyol, nem tudod, hogy ki mit akar, hogy mit akar közölni veled, vagy milyen szándékokkal közeledik hozzád. És most megtekintjük a jóslást, mégpedig a csillag jegyek szerint. Tekintsd meg azt, hogy hol van a napod, tehát, hogy melyik csillag jegyben születtél. Én a hold állását kihagyom, hiszen akkor csak összekeveredünk. Tehát a nap állásáról van szó. De én az indiai asztrológiával foglalkozom, és ők másképp számítják ki a horoszkópot. Itt a felvétel alatt megtalálod a tabellát, ahol utána nézhetsz, hogy melyik csillagjegyben van a napod, az indiai számítás szerint. Én kezdeném a tűz elemével. Ide tartozik a kos jegye, az oroszlán jegye és a nyilas jegye. A kos jegye. Mi vár ránk, hiszen én is a kos jegyében születtem. Itt látható ez a horgony. Ez azt jelenti, hogy mi keressük a helyünket az életben, ahol le tudunk horgonyozni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a párkapcsolat, vagy a lakhely. A háttérben ez a csónak és a víz az adja hozzá a reményeket. Amit a Lunomart kártyánál ez a kép még jelent, illetve jelképez, az a munka és a hivatás. Ez lehet munkahelyi változás is. Uránusz bolygó az indiai számítás szerint a kos jegyében mozog. Nem csak a mai napon, hanem ez eltart még jó ideig. És Uránusz bolygó hatása alatt lesznek nálunk változások. Az oroszlán jegyében most nincs bolygó, de megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Itt az ostor jelenti a fájdalmas emlékeket, de ezzel a söprűvel ki lehet söpörni, tehát el lehet ezeket az emlékeket távolítani. Azt is jelentheti, hogy van valaki a környezetedben, aki meg akar sérteni téged. A nyilas jegyében nincs bolygó, de megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. A nyilas jegye. Itt látható a tavasz, a vidámság, a levegő eleme, a könnyűség, és ez a kártya utal a kommunikációra. Tehát egy fontos hír érkezik hozzád. Mi várható a tűz eleménél? Itt vannak még fájdalmas emlékek, de ezt kisöpröd, lezárod, itt lesz a levegő eleme, a könnyűség, a vidámság egy jó hír, és keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz horgonyozni, de jelenti azt is, hogy itt lehet egy munkahelyi változás. Az is előfordulhat, hogy a munkahelyeden valaki megbántott téged, de ez a személy eltávolodik, és akkor lesz itt ez a könnyűség, a felszabadulás érzete. A föld eleme. Én a bak jegyével indítanék. Itt mozog
Az indiai számítás szerint Mars és Vénusz. Mindkettő a szerelemre utal, Mars bolygó a férfias energiára, Vénusz bolygó pedig a nőies energiára. Itt mozog Szaturnusz bolygó, a sors bolygója, és hoz sorsdöntő változásokat. Azon kívül itt van Plútó bolygó, az utal a belső erőre, és szexuális témákra is, hiszen Plútó bolygó uralkodik e felett a téma felett. Mi várható a Bak jegyénél? Itt megjelenik a felhő, ami azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan. Viszont ez a kártya jelenti az időt, és mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez a helyzet, vagy ez a személy visszatér hozzád. Azt is jelentheti, hogy tervezel valamit, és fél éven belül ez megvalósul. A következő jegy a Bika jegye. Itt mozog Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó. Utal egy új irányra, utal változásokra. Itt a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, olyan, mint egy újjászületés. A kígyó jelentheti a gyógyító erőt is, vagy egy hölgyet, aki közeledik hozzád. Tehát keresi a kapcsolatot veled. A szűz jegye. A gólyák szimbolizálják a változásokat, de jelentheti a kisbaba születését is. Tehát számíthatsz arra, hogy lesznek a közeljövőben változások, és gyakran jelent költözködést. Megnézzük azt, hogy mit történik a Föld eleménél. Itt lesznek változások, megújulások, gyógyító erő, és ez a gyógyulás kialakul fél éven belül. Az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból, és ez egy hölgy, és ezáltal a hölgy által valami változik a helyzeten. Az is lehet, hogy ami most átláthatatlan, az átláthatóvá lesz, tehát megvilágosodik valami, és oda tudsz tekinteni. Itt lesznek olyan események, amikor átlátsz a dolgokon. A levegő eleme. A mérleg jegyében most nincs mozgás bolygók által, de megnézzük, hogy mire utalnak a kártyák. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ha az egerek megjelennek, akkor felfalnak valamit, tehát eltávolítanak valamit. Ez lehet jó, de lehet rossz is. Mert például, ha valaki ellop tőled valamit, az nem kellemes. Viszont, ha vannak félelmek, bizonytalanságok, vagy egy helyzet, ami téged nyomaszt, akkor ezt az egerek el tudják most távolítani, tehát javul a helyzet. Az is lehet, hogy félsz attól, hogy elveszítesz valamit, mint például pénzt, vagy a munkádat, vagy elveszítesz valakit. A vízöntő jegye. A vízöntő jegyében mozog jelenleg Merkur bolygó és Neptun bolygó, ők most együtt hatnak. Ezt mondtam a videó elején. És itt mozog Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz. Itt vannak az utak, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát itt lesz egy fontos találkozás. Azt is jelentheti,
hogy elérkezel most az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, és akkor itt döntésekről van szó. Az ikrek jegye. Ott most nincs bolygó, de megnézzük, hogy mi várható az ikrek jegyénél. Ez lehet egy eljegyzés, egy házasság, azt is jelenti, hogy valaki visszatér az életedbe, és keresi veled a kapcsolatot. Néha utal ez a kártya szerződésekre is. Megnézzük a levegő elemét, mi történik itt. Fontos döntéseket fogsz hozni, lesz egy új irány, valami elmúlik az életedben, az egerek valamit elfognak távolítani, ezek lehetnek a félelmek, és itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, vagy valaki visszatér hozzád. És most megnézzük a víz elemét, a rák jegye. Ott most nincs bolygó. A rák jegye számíthat arra, hogy szerencse lesz. Ez a kártya utal április hónapra. Tehát április hónapban beköszönt a szerencse. A Szkorpión jegyében mozog a hold és a lefele mozgó kármikus csomó. Mindkettőnél érzelmekről van szó. És a víz eleménél szintén érzelmekről van szó. Itt vannak a változások, a megújulások. És Kétú hatása alatt vannak kármikus témák, ami a múltra utal. Itt megjelenik ez a torony. Az jelentheti a változásokat, amikor például félelmeid vannak, bizonytalan vagy, akkor úgy érzed magad, hogy benne vagy ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keresel egy kiutat, tehát elbúcsúzol a félelmektől. Amit ez a torony még jelenthet, egy nagy város, vagy egy személy, aki magas és sovány, de jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet is, ami jelenleg aktuális. A halak jegyében van a nap, utal a havi témára, amire oda kell most figyelni. Itt is érzelmekről van szó. Újra megjelenik a kígyó, ami jelenti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, vagy ez a hivatásod, és ezen a területen szeretnél dolgozni, néha jelent mellék utakat is. De amit a kígyó még jelképez, az egy hölgy. Mi várható a víz eleménél? Itt fogva érzed magadat ebben a labirintusban, de elbúcsúzol a félelmektől, hiszen itt van a gyógyító erő, a változások, ami szerencsét hoz számodra. Lehet egy hivatalos ügy, és itt van egy nő, aki ezeken a témákon dolgozik, de jó indulatú, hiszen itt a szerencse, és segít neked. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderák!